oda, mert ott vagyunk. Ott lesznek. Akkor maradjunk ott. Igen, de csúszik, késik mindent, csak úgy szólok. Tehát még egy, szerintem negyed óra, mire elkezdődik a történet. Jó, csak hogy nem tudtunk semmi. Jó, azért. Jó. Köszönöm. Szia. A Sportország évadzáró ünnepségén vagyunk, ahol gyakorlatilag valamennyi szakosztály felvonultatta magát. Miről szólt itt ez az évadzáró ünnepség? Hát arról, hogy vége egy szezonnak, lassan vége egy évnek is, és ritkán szoktak így együtt lenni a gyerekek. Nagyon örülünk neki, hogy ezt sikerült összehozni megint. Azzal együtt, hogy versenyek is vannak, tehát nem tud mindenki itt lenni. Erről találkozunk, értékelünk, főleg vezetők, edzők egymás közt. És hát a gyerekek is, mert hogy különféle bemutatókat is láthattunk. Azért mondom, mi értékelünk, ők bemutatót futnak. Ki mit csinált itt ma? Hát apró küröket futnak, tehát ők ilyenkor valahogy ők is érzik ezt az ünnepi hangulatot. Már azt az ünnepi hangulatot, amit a karácsony és az új év, óév váltás jelent, tehát nem igazán véres bemutatóra készültek, nem is nagyon akarnak ugrani, nem is nagyon akartak ugrani, úgyhogy lazábban egy kicsit. Rövid programot futnak, van, aki bemutató számot fut, játszanak. Ugye a szinkronkorcsolyázók és a műkorcsolyázók mellett azért a jégkorongozók is szerepet kapnak, sőt, kiváló sortrekeseink is itt vannak. Igen, hát ez az igazi nagy öröm, és egy egészen friss öröm, mert a világkupán ragyogóan szerepeltek Japánban, Heidun Bernadett, ez a három név nekem nagyon nehezemek. Kiválóan szerepeltek, és őket akarjuk itt most igazán megköszönteni. És a kis hokistáknak, az a aprókáinknak az lesz a szerepe, hogy ők ajándékot adnak át. Igen, mert hogy ugye ez egyfajta karácsonyi ünnepség is, és hát mindenki ajándékot kapott volt itt, bögrétől kezdve az egész nagy ajándékig minden. Igen, itt nem az értéke, nem a nagyságrendje, hanem az, hogy valamit mindenki kap valóban. Még annyit árulj el, hogy a Sportország idei teljesítményével hogy vagy elégedett? Hullámzóan, tehát a különböző szakosztályok különböző szinten teljesítettek. Vitathatatlanul a rövid pályások voltak, akik a legjobban. Aztán utána már sorrendet nem is igazán szeretnék állítani. Vannak tanulságok, vannak tennivalóink, de úgy összességében nem rossz a kép. Mi a cél jövőre? Azokat a hiányosságokat, amiket éppen most fogunk majd összeszedni és értékelni, azokat kiküszöbölni. Sok sikert hozzá, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm, Mari.